A Városnapi Program sorozat harmadik napján is számos érdekes szórakoztató eseménnyel kedveskedtek a szervezők a rendezvényre kilátogatóknak. A délőtti események sora a Dereske tépe kerékpáros felvonulással kezdődött, ezt követően a Város, ahol jó élni, ezt szeretem Derecskében címet viselő rajzpályázat elemi hirdetésére került sor. Itt nem csak a legjobb, legszebb rajzokat készítő gyerekeket díjazták a szervezők, hanem az összes résztvevőt. Az ajándékcsomagokat Pilcsuk László, a Dereskei Füsegő önkormányzat polgármestere nyújtotta át a gyerekeknek. A programsorozat folytatásaként Erdős Fruzsina, Csokonai Díjas négydal énekes előadásában hallottunk dalokat, az interaktív műsor során az énekesnő férjével Tóth Zsolttal együtt szórakoztatta a megjelenteket. Hely a titkos szerelem, titkosan kezdődik. Hely a titkos szerelem, titkosan kezdődik. Mégis utoljára kivilágosodik. Te jössz! A programok ezt követően a Makai János téren folytatódtak, ahol Magyarország legtöbbet foglalkoztatott extrém sportcsapatának, a Gabi Triának a tagjai tartottak látványos bemutatót speciális kerékpárjukkal. A Jó a Béthez szól a nóta műsorblokk keretében a Debreceni Déli Báb Nóta Egyesület, Kovásné Erdei Ilona, Mészáros András, Nagy Anikó és Nyíri Szabó Sándor nóta énekesek léptek színpadra. A délután Őrösi Központban folytatottak a programok, kiáltás nyílt Rékasi Attila fotóművész alkotásaiból, három helyszínen tekintették meg az érdeklődők a fotókat, és a fotóművész által korábban használt fényképezőgépekből is nyílt egy külön kiállítás. A részletekről Rékasi Attilát kérdeztük. A Derecskéméről ismernek, az valószínűleg az a három könyvem, fotóalbum, ami megjelent a Városról az önkormányzat kiadásában. Illetve hát akik egy kicsit jobban ismernek, azok tudják, hogy eredendően nem a képes lap stílusú fotók az én feltétlen területem, az csak mint hivatásos művésznek egy ilyen mellékvágány volt, hanem a úgymond kreatív vagy kiállítási fotográfia, ahol ugye a fényképezés alapvetően a képzőművészet műfajai közé tartozik, és hát engem is ez a képzőművészeti jellegű fényképezés érdekel, hogyha autonóm, tehát független fotográfiai munkákat készítek, amit a saját kiállításaimon jelenítek meg. Ez azt jelenti, hogy ha klasszikus fotográfiáról beszélünk technikailag, akkor is megjelenésében inkább egy képzőművészeti táblaképre emlékeztet, mint mondjuk egy riporterfotóra, vagy egy olyan tájképre, aminek az a funkciója, hogy bemutassa azt az adott tájat. Ezek inkább az én saját tereim, tájaim, amiket én megalkotok. És hát általában a fele úgynevezett talált fénykép, tehát ami klasszikus fotó, a másik fele pedig régen úgy mondták, hogy másolt fénykép, ma fotomontázsnak szokták inkább nevezni, tehát itt több képből van felépítve egy bonyolult kompozíció,
Ez van, amikor 5-10 képnek az egymásra rakása, de van, amikor 60-70 kép is visszajátszik ugyanabban a alkotásban. Ez a negyed század címet viseli ez a kiállítás, mert igaz, hogy 2 éve volt ez a jubileumi évforduló, de a Covid azt teljesen keresztül lőtte. És hát Nagyváradon tudtuk kiállítani, ott rendben meg tudott nyílni, de már Debrecenben úgy jelent meg a Haonon, hogy a járvány sújtott a tárlat, mert 2 napig volt, és én sem tudtam Budapestről lejönni a járvány miatt. Úgyhogy hát sajnos ott ezt az anyagot csak 2 napig láthatták az érdeklődők. Aztán raktárba került, és utána ide Derecskére, ahova meghívtak, és hát köszönöm a régi városvezetésnek és polgármester úrnak, Bakó Istvánnak a támogatást, az új polgármester úrnak, Gordán Szabolcsnak, az új testületnek pedig a meghívást, meg azt, hogy lehetővé tettek, hogy a városnap ebbe a most háborúval sújtott a nehéz időszakba egyáltalán létrejöjjön, és az embereknek egy kis kikapcsolódásra, illetve a művek megtekintésére lehetősége legyen, hisz ez mindig költség. Városunkban már évek óta hagyomány, hogy az önkormányzat kitüntetésre jutalmazza azokat a dereskelyeket, akik tanulmány eredményükkel vagy munkájukkal sokat tettek a városért és jó hírnevet szereztek Derecskének. A Művődési Központ nagy termében Bordán Szabolcs polgármester gratulált elsőként a díjazottaknak és köszönte meg nekik áldozatos munkájukat. A díjátadás előtt lehetőségünk nyílt beszélgetni az érintettekkel, beszéltek a munkásságukról és arról is, mit éreznek most percekkel a díjátadó előtt. Vadásztársaság elnöke voltam 15 évig, most áprilisban adtam le, úgy gondoltam, hogy a fiatalabbak is érvényesüljenek, úgyhogy nem indultam a mostani választáson. Szép idők voltak, de azért még a vadászatot nem adtam fel, még az intézőbizottságnak tagja maradtam a vadásztársaságba. Hát szeretem, azért maradtam. Már az intézőbizottságban meg vadásznak is. Eljárok, ameddig csak tudok, járok vadászni. Ez egy nagyszerű érzés, egy városért díjat kapni. Igyekeztem, ahol csak tudtam segíteni a városon, akár a vadásztársaságon keresztül, akár személyesen, minden rendezvényen ott voltunk. Derecske városnak a testvér kapcsolatokat én úgy gondolom, hogy elősegítettem ezeket, és megtartani segítettem. Jártam az összes településen, aki testvérkapcsolatban tehát határon túl, és határon belül is mindenütt megfordultam. Ott is nagyon jó barátokra tettem szert. Úgy megyek oda hozzájuk, mintha hazamennék, úgy is fogadnak. Mi is, ha ide jönnek ezek a barátok, akkor igyekszek ugyanazt a vendéglátást, ugyanazt a szeretetet megadni nekik, amit én kapok tőlük. Én Derecskén születtem, azóta is itt élek Derecskén. A férjem is derecskei, és 2 gyerekem van. Ők már kirepültek a fészekből, felnőttek lettek. Én az óvodában dolgoztam, most mentem el 42 év után nyugdíjba, úgyhogy 42 évet húztam le az óvodában, nagy örömömre, mert nagyon jól éreztem ott magam, nagyon szerettem ott lenni, és most ezt meg is szeretném köszönni a nevelőtestületnek, hogy felterjesztettek erre a díjra, illetve a képviselőtestület, hogy meg is szavazta. Itt dolgoztam a Művelődési Központban 15 évig, tehát innen ismerhetnek, meg ezen kívül 50 évig voltam a lövészklubnak az elnöke, 72-ben kezdtem Tépén, és utána kerültem már Debrecen Derecskére, és itt Derecskén egyből elnök lettem a klubnál, és most is az volt, most adtam le, április 9-én a közgyűlésen, 50 év befejezéseképpen. Milyen érzés volt először azt hallani, igazából díjazott lesz? Hát nagyon nagy örömmel vettem Csillának a közeledését, hogy nem haragszok-e, ha felterjesztene erre a kitüntető címre. Mondtam, hogy nem. Tehát jó érzés volt. Jó érzés volt végre, hát mondjam, hogy végre elismerték azt a
Hát most 50 éves munkámat, amit itt Derecskén végeztem. Itt születtem Derecskén, 53-1108-ban, és majdnem végig itt éltem tulajdonképpen. Egy éve dolgoztam Pesten, azt levéve, tehát leveszük meg a katonaságot, amit nem voltam messze, mert csak a Debrecenben voltam. Itt éltem, itt dolgoztam Derecskén, itt a helyi szövetkezetnél, ami régen volt TSZ, később a Boldogrók Kft-nél. Itt tevékenek, itt léptem be 1980-ban a Horgász Egyesületbe, alapító tag voltam, és itt, mint elnök tevékenykedtem 84-85-től, akkor vettem át. Kialakítottunk egy nagyon szép kis környezetet, egy 10 hektáros tavat kibéreltünk, elnyertük a halászati jogot, és itt gazdálkodunk, itt tevékenykedünk azóta. Végül is mindig tevékenykedtem, mindig csapatépítő ember voltam. Először úgy kezdtem, mint tömegsportos a TSZ-be. TSZ-ben voltak ilyen versenyek, volt egy kézilabda csapatunk, amelyik MB2-es is volt, meg később MB1-es, a Derecske csapat, női csapat, ezt jelzem. És hát végül is mindig, mondom, ez volt a cél. Én is fociztam kispályán, tehát közel állt hozzám ez a tevékenység. Úgy érzem, most nagyon eltalálták azokat az embereket, akik megérdemelték. Mert én 4 évtizeden keresztül végeztem ezt a munkát, és a kollégáim is szintén hosszú időn keresztül tevékenykedtek. Mi civil szervezetben dolgoztunk, tulajdonképpen ezért pénz nem járt, de ezt szívvel lélekkel kellett csinálni. Közben a Makai János téren a közelmúltban megalakult derecskei Hangvilág nőikkel lépett színpadra. A délutáni programok folytatásaként Cél Gábor előadásában láthattunk, hallhattunk dalokat és különféle táncokat, majd a megjelentek közösen énekelték el nemzeti imádságunkat, a himnuszt, Derecskeváros napján polgármesteri köszöntőt mondott településünk polgármestere Bordán Szabolcs is. Köszönöm, hogy eljöttek, és ma velünk ünnepelnek. A hagyományokhoz híven színes és értékes programok váltották egymást az elmúlt napok során. Ami közös munka, szervezés eredménye, mert minden csak összefogással lehet eredményes, én ebben hiszek. Ez az összefogás, közös hit és akarat vezette el Derecskét történelme során oda, hogy várossá lett, hogy dicső múltja van, amit nem csak megismerni kötelességünk, de átadni a jövő generációinak az ezzel kapcsolatos ismereteket. És ami ugyanilyen fontos, hozzátenne magunkét a jelenben a múlthoz, hogy abból jövő lehessen. Olyan jövő, amilyet megérdemel ez a gyönyörű város. Büszkék vagyunk tehát a városi múltra, és ez kötelez is bennünket elsősorban arra, hogy valóban merjünk nagyok lenni. Én ezt úgy mondanám, nem ismerek nagyobb bűnt, mint a gyávaság. Nagyon mély értelmű mondat ez. Érdemes elgondolkodnunk rajta. A gyávaság nem csak azt jelenti, hogy valaki bizonyos dolgot nem mer megcsinálni, mert fél a fizikai büntetéstől, hanem a gyávaság az is, amikor nem mer kiállni saját igazáért, és főként nem mer kiállni mákosok igazáért, pedig megvan róla győződve, az igazság az ő oldalán van. Nagy gyávaság, ha valaki egy rábízott közösséget úgy vezet, hogy csak a túlélésre játszik. Tartozunk magunknak, az őseinek és utódjának is azzal, hogy ezt a várost nagyjá tegyük. Ha kell, akkor harcolunk érte, de mindenképp elérjük a célunkat. Vannak terveink. Az elmúlt 2 év megmutatta, úgy lehet a megvalósítás felé haladni, hogy közben alkalmazkodnunk kell a körülményekhez, a világhoz. A legfontosabb, hogy ennek során a célt ne veszítsük szem előtt. Úgy érzem, jó úton haladunk. Az új év már is 2 nagyszerű eredményt hozott, hiszen megszülettek az első topos pályázati eredmények,
és remélem az év végéig még több sikerről számolhatunk majd. Mert a célunk, és az én személyes célom sem változott az elmúlt 3 év során. Javuljon Derecske népességtartó képessége, és legyen vonzó fiataljaink számára, akarjanak itthon maradni, vagy ha mások keresték boldogulás lehetőségét, térjenek vissza. A nyugalmat, biztonságot, kiszámíthatóságot jelentő Derecskére. A rendezvényt megtisztelt jelenlétével Búcsú László Hajdú-Bihar megyei önkormányzat alelnöke is, aki ezen a napon nyújtotta át a Hajdú-Bihariak összetartozását jelképező Bocskai Szabját Bordán Szabolcsnak, városunk polgármesterének. A való tartozás ebbe a forrongó világba a legnagyobb biztonság. Hova is tartozunk? Bihar-Vár megye, egy ősi fészek. Nem titkolom, többször mondom ezt. Azért, mert az. És ez az ősi fészek biztonságot nyújt. Mert ez a forrongó világ most úgy fog változni, hogy kell, és nagyon kell, ahol élünk és látunk olyan valamit, ami rólunk szól, ami a miénk, amit nem adunk másnak, amit nem tudnak elvenni tőlünk. Sokszor mondjuk, sokszor gondoljuk, sokszor vitatkozunk rajta, hogy miért van az a napi szintű, rossz szóval éve tendencia, hogy elmennek a fiatalok, és akkor tönkre mennek a települések, kiüresednek, és mindig vitatkozunk valakivel. Az állammal, a világgal. És az a baj, hogy szerintem saját magunkkal vitatkozunk. És nem tudunk dőlőre jutni azzal a kérdéssel, hogy nekünk van egy kisebb hazánk, egy kisebb közösségünk, ami ahhoz elég nagy, hogy megéljünk benne. A megyei önkormányzat pont ennek kapcsán azt a gondolatot vetette fel, hogy kell egy olyan ereklye, szimbólum, ami nem csak szimbólumába fogja megtartani ezt az identitást, hanem a valós, való hétköznapi életbe. A bihari ember az mindig Bihart építette, és ennél nem kell több, de azt építette. Nagyon komoly és kemény munkával. A leelnök úr beszédét követően a díjazások következtek. A Derecskei Bocskai István általános iskola tanulói közül kitűnő tanulmány eredményéért és versenyeken elért sikereinek köszönhetően díszoklevelet és ajándékkönyvet vehetett át Fórián Dóra és Kis Anna 8. állosztályos tanuló. A Derecskei első Rákóczi gimnázium, szakgimnázium és kollégium tanulói közül elismerő oklevelet és könyvjutalmat vehetett át Serestjén Fanni 12. állosztályos tanuló és Kukuri Attila 12. C-osztályos tanuló. Terecske város önkormányzatának képviselőtestülete Zákán József díjat adományozott Aranyné Fogarasi Julianna óvodapedagógus részére kimagasló szakmai pedagógiai munkájáért, a gyermekek nevelésében, oktatásában végzett áldozatos munkájáért. Derecske városáért díjban részesült Berényi Béla, a város kulturális, sport és közösségi életében végzett aktív és kiemelkedő munkájáért. Szintén Derecske városáért díjban részesült Gyüre Imre, példaértékű közösségi munkájáért és a város társadalmi életében végzett kiemelkedő tevékenységéért. Derecske városáért díjat vehetett át a rendezvényen Szilágyi Lajos is, testvérvárosi kapcsolatok kialakításáért és a város fejlődéséért végzett tevékenységéért. A 3 napos programsorozaton lengyel testvértelepülésünk Kosice küldöttségét is vendégül látta városunk vezetése. A rendezvényen köszöntötte a megjelenteket Stanislav Rybák, Kosice polgármestere is, valamint a Lengyel Köztársaság tiszteletbeli konzulja Filipovic Krisztof is. Stigodni goście, szanowni państwo, panie burmistrzu, proszę przyjąć przede wszystkim od delegacji gminy Kosice najserdeczniejsze pozdrowienia z okazji państwa święta, Dni Derecske. Mindenkit sok szeretettel köszönünk, minden meghívott vendéget,
polgármester urat, konzul urat, Debrecenből a önkormányzat képviseletét. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk a városban, és aláírhattuk ezt a 10 éve szóló tartó testvérvárosi kapcsolat megerősítését, bizonyító oklevelet. Nasze kontakty trwają już lat 10 i z każdym razem, jak wymieniamy delegacje, jak przybywamy tu do Deheczkę, widzimy zmiany, oczywiście zmiany pozytywne, za co mamy okazję pogratulować i życzyć dalszych sukcesów na Państwa drodze samorządowej, społecznej, gospodarczej. És 10 éve fennálló kapcsolatunk alatt, amikor ellátogatunk Derecskére, mindig látjuk a pozitív változásokat, hogy fejlődik a város, és ehhez kívánunk még sok sikert önöknek, mint városnak, mint gazdaságilag, mint kulturális téren. Te nasze wymiany dotyczą przede wszystkim delegacji samorządowych, ale co jest ważne, o czym dzisiaj pan burmistrz wspominał, dla nas jest niezwykle istotna delegacja, część delegacji młodzieży, która dzisiaj będzie miała okazję wspólnie z młodzieżą z Deheczkę wystąpić, ponieważ rzeczą oczywistą jest, że przyszłe pokolenia, następne lata, które są przed nami, będą właśnie określały młodsze pokolenia, dlatego też te kontakty są niezwykle istotne. És az ilyen találkozók alkalmával természetesen a hivatalos delegációk is szoktak találkozni, de számunkra nagyon fontosak, hogy a fiatalok, a gyerekek közötti kapcsolat is létrejöjjön. Ennek lesz ma a példája a közös koncert, amit a lengyel gyerekek és a magyar gyerekek közösen fognak előadni, és ahogy ma a polgármester is említette, hogy a gyermekek szerepe nagyon fontos, hiszen ők hozzák, ők fogják fenntartani ezeket a kapcsolatokat a jövőben. Februárban a magyar kormány engedett lengyelországi konzulátus megnyitását Szolnokon. Ez azért fontos, mert 83 éve ezelőtt Munkácson, amikor még Magyarország sokkal nagyobb volt, mint most, volt lengyeleknek a nagykövetség mellett egy konzulátus Munkácson. Utána ugye sokáig nem, és most 5 éves munka után a magyar kormány engedett, és lengyeleknek van egy konzulátus, amit a vidéken is tud képviselni a Lengyelországot. És én vagyok ennek konzulátusnak vezetője, és egyik fő célom azt, hogy a lengyel meg a magyar népek között ezt a barátságot mélyíteni, bővíteni, ahogy csak lehet mindenféle területen. És polgármesterrel váltottunk előtte, ez a beszéd előtt pár szót, és nekem nagyon tetszik és nagyon szimpatikus, hogy egy célokat, a Derecske célokat tűzi maga előtt, mert aki célokat tűzi, az biztos el is fog írni őket. És én minden megteszem a mi részünkről, hogy ugyanúgy a Derecske, ugyanúgy Košice segítsünk az, hogy ezt a lengyel-magyar kapcsolatot, amit zárójelben, történelemben én nem találtam újat, ugye mindig is volt, mindig van, és remélem is mindig lesz ez a lengyel-magyar barátság, hogy nagyobbra teszünk mindenféle területen, akár gyerekek, akár zene kapcsolatokon, kulturális, gazdasági, és szerintem mind a kettő a városnak az csak előnyt fog teremteni. Köszönöm szépen! A köszöntő beszédek után Derecskei Alfokú Művészeti Iskola és a Lengyel Zeneiskola tagjainak közös koncertjét láthatták, hallották a Városnapra kilátogatók. Thank you.
Ezt követően a színpadon megcsodálták a megjelentek a Keletkincsi Egyesület hastáncosainak bemutatóját is. Nap harmadik napjának egyik sztár vendége a New Level Empire volt, mely egy öttagú magyar live act együttes. 2013-as megalakulásuk óta dalaik kiemelt helyen szerepelnek a rádiós játszásokban. Dalaikban többnyire a rockzenéhez közel álló akusztikus alapokat minőségi tánczenével egyesítik. A Deleske Városnapon is felcsendültek a New Level Empire legnagyobb slágerei, a koncertre sokan voltak kíváncsiak, szinte teljesen megtelt a Makai János tér.